A Mátyás Corvinus Kollégium Székesfehérváron első alkalommal rendezi meg a Vitáz Kárpát-medencei középiskolás vitaversenyt. A formális vitázás világában két fordulóban a középiskolás diákokat érdeklő, őket érintő kérdések körüljárásával mérettethetik meg magukat a csapatok. A verseny 2024. február 8-án 9-én lesz. A racionális vita iránt érdeklődő diákoknak egy remek lehetőség. Itt van vitaklubunk is, a felkészítésben is segítünk. A felhívás úgy szól, hogy most november 6-áig lehet jelentkezni a versenyre, itt a helyi fordulóra, és három fős csapatok jelentkezését várjuk. Különböző iskolákból, nem feltétel az MCC tagság, tehát külsősök is jöhetnek. A középiskolás programba is elindult a toborzás, év végéig várják azoknak a jelentkezését, akik szeretnének plusz tudást szert tenni. Az intézmény szeretné a mostani 160-as létszámot 200-ra bővíteni. Az alapvető cél az lenne, hogy töltsük meg élettel, tehát hétközben lehet egy találkozási pont, ahol a diákok találkoznak, és minden nap valami programot is felkínálunk nekik, hogyha érdeklik, akkor azokra pedig be tudnak ülni. Itt a városi előadásoktól kezdve, ami neves előadók, akár külföldi előadók is érkeznek, vagy a középiskolás program saját oktatói bázisából hívunk előadókat, de van, hogy mi magunk szervezünk magunknak programokat. Míg a fiatal tehetség programnál negyedik év végén van a csatlakozási lehetőség, a középiskolás programba akár 12. évfolyamosok is jelentkezhetnek. A Mátyás Corvinus Kollégiumban iskolán kívüli élményalapú oktatást kaphatnak a diákok. A középiskolások komolyabb képzésekben vehetnek részt. Nagyon sokan járnak, akik például gazdasági területre irányítják majd magukat, ők eznek az alapjaival, tudnak megismerkedni, hogy mégis mit szeretnének, de mindenhol nagyon hangsúlyos a közösség. Azt, hogy ez egy összetartó közösség, kirándulni járnak együtt, élményprogramok vannak, táborozni mennek, más gyerekekkel találkoznak, az országból vannak barátaik. A Mátyás Corvinus Kollégium a Kárpát-medencében, a magyar lakta vidékeken is működtet iskolákat. Az MCC-ben angol, német és francia nyelvet is tanulhatnak a diákok. A középiskolás program képzési tematikája azokra a témakörökre és készségekre helyezi a hangsúlyt, amelyek kiegészítik a középiskolai tanulmányokat, támogatják az érettségire való tudatos felkészülést, valamint az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik.